should you never roll back, that's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, that's the truth. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, that's the truth. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, that's the truth. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. You were so bad. Let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Cruising PCH with the top down, drop down. Headed nowhere fast, never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing now. We're just headed south, what it's all about. Never had a doubt, yeah. She be sitting shotgun, she a hot one. In the hot sun, crop top on, I'ma hop on. Every single day, head a different way. Never stay in place, don't care what they say. We gon' do it anyway. Always by my side, oh we're living life right. Every night, we just drive by. Cruising high life, we're alive. Not just getting by, not just letting life pass right. Underneath the side, grab it real tight. Okay, every day is a new day. In a new place, rent a new space. See a new face in a few days. Move a new way to a new state. That's great, rent an estate for our next day. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. Come with me, never look back. We're living life like a badass. Hey, pull up on chicks out of 10. Hey, parties on weekends, I'm bent. Hey, all of this money is spent. Hey, throwing a lot of events. Hey, throwing for me and my friends. Hey, turn up 100%. Hey, living until I am dead. Hey, I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate them, because I do what I do. Go on and hate me, 'cause I got nothing to prove. Go on and hate me, 'cause I got nothing to lose. Go on and hate me, go on and hate me. Yeah, that's okay, yeah. I cannot complain, because today, yeah, I'm doing my thing. I stay my lane, yeah, and fight through the pain, so that one day, yeah, I can make a name. I could do this all day, I could hear them
Szevasztok, srácok! Na, folytassuk a kis Na, így már talán lesz mindennek is hangja. Ja. Bár... Ja, én ti nem halljátok. Jó, akkor mindjárt visszaállítjuk. Na. Szóval... nem jót töltöttem be. Biztos, hogy nem töltöttem be. Ja. Ez nem annyi. Na, ez kell nekünk. Bocsik. Csak. Akkor is ráfüggött a játékra, és így. Na, ott tartottunk, hogy babysitterkedés. Igen, de ezt már megcsináltuk, nem? Ja, ennyi feladatom van össz. Oké. Na, állják valami megbízást. Több hálószobásra. Fitness sport stílus. Se tudom mi. Ez ilyet csináljunk. Ezt hogy kell csinálni? Na, ez hogy kell csinálni? Bokrapotá. Igen. Ja, értem, jönnek a izék a nyílt napra, és akkor... alkoholista. Hát akkor neki talán nem kéne kiadni. Kultos. Na, tárgyaljunk vele. Micsoda? Ajánlat hatókör 140%. Jelenleg érdeklődők száma 3. Na lássuk, hova jár. Aja. Igen. Hát, fogadjuk el. Azt ki lehet tiplizni, így is van. Ja, amikor itt nem néztem meg hány éves. 28, teljesen ideális. Hát ez gyors volt. Ezek a feladatok még nem olyan nagyon nehezek. Na.
azt mondja, hogy teljes átalakítás. Ezt fogjuk kipróbálni. Na, mert mi alakítjuk. Mi alakítjuk ki az egészet. Na, szóval ez, mit akarsz kitakarítani? És ha lejtezd le, annál is több pénz lesz. Igen. Na. Kezdjünk neki. Szóval hálószoba, hálószoba. Mi van? Te hülye vagy. Íróasztal. Ültőszoba. Hálószoba nem kell. Ágy, tévé, kanapé, padló. Az király. Na hát, akkor legalább megcsináljuk a fürdőt. Betonpadlót szeretne ez a jó ember. Ez lesz a fürdő. Zöld falat. Fenomenális van, fog kinézni. Ja. Szóval zuhanykabin. Mosdó. Itt az ajtó. Itt is félre egy mosdó. Ez a hátsó a konyha. Ágy, hűtőszekrény. Vat. Ágy, hűtőszekrény, mikrohullámos ütő. Ágy, kanapé. TV padló, ágy, laptop, íróasztal, irodai szék. Oké. Legyen ez az iroda akkor. Kell oda? Hol van? Ágy! Egy irodával. Fú, bázd meg. Padló. Kemény fa padló kell neki. Kemény fa padló. Azt mondja, hogy
elég buzin néznek ki ezek a kemény padlók. Hát legyen egy piros, piros fal, hát beszarsz. Mondjuk ez lehet, hogy jó lesz az irodához. Aha. Nagyon jó. Bár szerintem az ágy, nem mindegy. Hát modernabb legyen. Ablak. Mit akarsz? Ucsó. Laptop. 1500, nem. De ágy, ágy minek? De még kapsz egy ventilátort. Hatszázalékos dekoráció, de ez az ágy, ez kiéget. Mondjuk, ja, egy lámpát, azt rakhatnánk. Jöjjön a... tévés kanapés, hát is kemény faborítás kell. Nem ugyanolyan lesz. Mi kell ide? Zöld fal. Oké. Kanapé. Ágy. Ágy.
Akkor tévé kéne megint, ja. Jósi. Oda így felpattintjuk. És nulla a dekoráció. Jó, megcsináljuk a harmadikat is. Laminált padló. Ez meg lesz hihetetlen. Ó, ez egy jó kis szürke fal. Úgy. Így. Jézus Isten. És bedobjuk ugyanazt az ágyat. Oké. Okay. Hüttő. A tököm rakod, nem mindegy. Kap egy ilyen mini hüttőt. Bár. Igen, és ennek a tetejére rábaszunk egy mikrót. Úgy. Na és ott még a bejáratot, azt még csak meg kéne csinálni. Ilyennek valami világosnak kéne lenni. Úgy. Na. Igazából van 682-nk idekorán. Minimálisan legyen mindenhol egy kis virág. Az keszi sokat ad. Festmények. Tükör, a szőnyeg, a tükör az alacsony. A szőnyeg viszont magas. 102-ből gondolom nem fog szőnyeg. Hol van egyáltalán? He? Ja, itt. De még veletek is szórakozzalom. Jó lesz ez. Nem lett 100%-os, de ez van. Na, ez jó lett. És akkor még van egy szoba. Ja, azt meg se nézi. Érdekes, hogy az utolsó szobát nem nézi meg. Az igen. Egyből hármat. Három szintet léptem. Mi volt? Az király. Na! Elit szerződés, ezt a múltkor elrontottam. Úgyhogy most ezt megnézzük. Na! Hm.
Ja igen, és akkor itt vannak ezek az eszközök, amiket igazából javítunk. Akkor utána el tudom rakni. És itt van egy csomó pénz. Ó. Mindent javít. Ja, meg kell várni, bocsánat. Az biztos elrakom, és tök jól néz ki. Még ez sokat nem ér. Üff. Hát azt nem sikerült megjavítani. Na. Most ugye elraktunk. Hol van ez? És hogy tudom? Az jó. Így baszkit, meg közben megy az idő. Na. Szóval. Felújítás megkezdése. Mi van? Hajó dekorál, és ezt nekem honnan kéne szednem? Kapitány kabinja. Na szóval, kapitányi íróasztal, ezzel is kemény fa burkolat kell, hát ez nagyon tetszett az elebb. Nagyon fasz, barna fal, jó fog menni ehhez. Barna szél, ó, hát kapitányhoz illő. Na szóval, bu. Na menj már, picsába. Ort, burálvány. Nem ezzel kéne kezdeni. Abban, amit lesz a kapitányi asztal. Ez mi? Irajgyűjtő. De ez fenomenális. Á, és ilyenkor ide rakja így be speciálba. Hogy is néz ki ez? Ott jössz be. Meg a hátsó terme van. Most hagyjál végén, nem érek rád. Hogy? Hogy? Szemből lesz a kincses térkép. Ez mi? Ja, ez egy ilyen baszó nagy irányt, így rakjuk ide a kincses térkép alá.
gyertya. Mekkora, az geci nagy. De hát még hány irányt így? Óra hordó gramofon. Hát... lerakom neki a sarokba én. Kis dekoráció. Hol van az? Di... ó, hát földgöm. Való. Erre? Jó, majd mindjárt rakunk be ide valami, csak nincsen speckó, ez olyan szar, kaszinó, ez minek van? Ó, hát ez jó. Akkor igazából az állvány. Na lássak, mennyi alkohol van benne. Úgy. Ez mi? Iragy. De most komolyan egy kapitány ízére iragyít. Ez hülye. Óra. Assz. Na, gyorsan kell végezni. 93-as dekó. Gyorsan még dekó. Még mindig 93. Ordó, paszki, ezt nem is raktam le. Jó. Aj, aj, kapta. És mi nem tetszett neki? Szerette. Gyere, hát nem tudom volna más. Na, mit akar ez a jó? És akkor itt babysitterkedés kell, ugye? Három darab baszki. Jézus Isten. Ilyenkor kettőt. Új fürdőszoba. 1900. Új konyha. Az mondjuk lehet, hogy jó. Ezt fogadjuk el. Ebbe kell egy konyhát. Hát ez nagyon nagy konyhát nem tudok csinálni emberek. Tipik amerikai konyha lesz akkor. Falak.
piros vagy szürke. Kusztustalan. Így, azaz, adj nekem. Hát, de meg bármi lehetsz, nem? Kell egy hüttő. Picike. Kicsike a hely. Kicsi hüttőt kapsz. Gondolom mikro is kell rá. Kapjon ilyen mikrót. Mosogató, konyhaszekrény, bárszék, szagászívó, tűzhely. Na most. Úgy. Jó, csak oda már nem fog elférni semmi. Ja, még így sem. Akkor nem is így csináljuk. Csak valami már. Oké. Párszék. Ennek igen, ennek nem igazán érzem. Ja? Úgy. Kenyérpirító. Vagy visszorraló. Azt mondja, hogy... What the hell? Úgy, Pali növényt szeretne, abból megkapja a drágábbikat. Pali az órát is megkaphatja. Hagyja békén, hogy olyan. Pali lámpa. Még elfelejtem, hogy hol vannak a lámpák. Amúgy. Á, itt. Oké. Tévé. Ilyet lehetne, csak azt nem értem, hogy miért nem lehet felrakni a falra, de mindjárt is elfér. Oké, akkor tévé mindenki egy ekkora szobában. Mondom, erre nem enged tévét rakni. Hát ezt gondoltam volna. Akkor bazd meg. Ez kimaxolt. Hát a sütőből nem raktuk ki a legjobbat, azt lehet, hogy... Itt az sütőből nem kaptál volna nagyobbat, hülye gyerek. Csillagos lett. Nem voltak túl jól. Hát menjünk francba.
Na. Ez mehet. Lássuk. Szóval nincs bűnügyi történet. 27-54 éves közötti, készpénz. Ezt próbáljuk már ki. Mi? Elsőfokú bűncselekmény, gyilkosság. Hát, menj a picsába. Alkoholista. Na. Alkoholista és gondnok. Nem kielégített, akkor takarodj. Távozz. Nem elég a kora. Lássuk, megdöbbentő. Nem kielégítő, távozz Sántán. 40 éves gamer. Hú, bazd meg, nem akartam mondani, én hello. Nem kielégítő, menj el. Megdöbbentő. Na tárgyaljunk, ami megdöbbentővel. Hát szeretnék 700-as profitot. Hát jó. Most aztán egy csomó motivációs posztert oldottam fel. Oké. Még babysitterkedni kell. Nincsen? De van. És van itt egy pszichiátriai iroda. Azt elvállaljuk. Mit akarsz itt? Szevasz. Lássuk. Takarítsunk ki.
női férfi mondta. Szuperszerződés van? Nem. Elég magas a készpénzösszeg, de nem. Igazából ide egy váró kell, ide meg egy iroda szerűség. Na, váróterem, iroda, fürdőszoba, fürdőszoba. Na, kezdjük a fürdőkkel. Fürdőszoba. Csempe. Női. Férfi. Vagy még így is lehet a férfi. Falak kék. Falak szürke. Falak szürke. A nőknél meg ilyen csili-vili lesz. Nagyon jó. Oké. WC csésze. Kéne ez is mi? Mortó. Ja, hogy oda... Ó, hogy oda laminált padló kéne. Na várjál. Az úgy gáz. Hát, azért így kicsit kicsik a lehetőségek. Akkor ugye itt jövünk be, ezt átrakjuk. A piros sarokba. Meg ezt is átrakjuk belőle. Ha! Na! Bár mondjuk a váratlanba hagyhattuk volna a fűtést. Oda szeretném. Hát basszus már. Jelöltem. Na, váróterem. Két darab kanapé legalább. Hát azt mondjuk gondoltam. Azt mondja, hogy először nézzük, szőnyeg. Valamire tetszik el a szőnyeg, úgyhogy ez lesz. Mi? Milyen nézik el? Kék fal. Bele van őnek. Pszichiátriára jönnek. El sem mennek innen. Ugyan olyan lesz az izé. Tudod mit? Örüljenek bele ott.
csináltasd meg. Na, én most itt vagyok egyelőre. Kanapé, kanapé, fotel. Kanapé. Várjál. Egy kanapé. Át kell rakni a fűtést. Két kanapé. Ezt áthelyezzük ide. Ilyen buzi fotelek? Nem. Bár... ezek jobban néznek ki amúgy. Ez nem tetszik ott. Oké. Okay. Nem. Rakjunk ide ilyen geci nagyot, és tele lehet dekorálni. Oké. Okay. Oda, én nem engedem lerakni. Oké, ez szőnyeg. De ezt miért rontjuk a szőnyeg, gyerekek? Jó, ugye a bejárathoz kaptok szőnyeget. Jó, csináljuk meg még a harmadik részt. Íróasztal. Na, nézzük. Nem itt van. Hol van itt? Ja, ezt a padlót kéne, kemény fabolítás, legyen a padló. Legyen ilyen a padló. Itt ez is kék falat akar, hát beszarok. Akkor viszont ez ugyanolyan lesz, mint a kinti fal. A már pszichiátria. Adod a kényelmes székkel. Oké. Okay. Ez baszol néz ki. Rakunk ilyet. Mi kell ide még? Ez mi? Ja, hogy rendesszék. Kanapé. Ide berakjuk ezt a fotelt. Ebbe a sarokba. Úgy. Kanapét erre a falra. Oké. Okay. Ez szék. Ez mi? TV szekerény. Van ilyen? És ez kell. Ja, hogy szekerény kell. Tehát már raktam be egyet. Na. Motivációs poszter. Motivációs poszter. Motivációs poszter. Festmény. Kap egy ilyen szép virágot. Nagy növény, ez is. Ide rakjuk. Nem, ide. Ide. Ide a sarokba. Akkor szék. Szék is fali óra. Nem oda egy szék, de miért? Minek ide szék? Az fotel. Hol van a szék? Ah.
kap ide egy széket is. Ide. Így. Meghallgatunk bárkit is. Óra az mondjuk nem biztos, hogy ártana. Az nagyon menő. Van pénz még. Így lehet dekorálni. 61. Jó. A növény a sosárt. Ja, telerakhatjuk ezt itt könyvvel. Úgy, meg lehet belerakni ilyen vázát. Tudsz itt. Esküszöm jó. Ilyen kis egyéb Rubik kocka, ide mehet egy naptár mögé. Jézusom, mi van itt? Hát most már azért vegyél vissza, hello, Irén. Hopp, egy elit szerződés. Mindjárt kész vagyok, de menj már innen. Na, 74%. Ezt így ide. Lepattintjuk a földgömböt, ó, hát mondjuk azért kap egy laptopot. Úgy. Miért még dekorációt, ami jó. Kaptunk egy szőnyeget is. Bár az nem ad dekót. Miért ehhez dekót? Kis dekoráció, fali dekoráció, festmény, trófea. Ó, bazd meg. Kap egy ilyen baszó festményt is. Igazából ide még férkönyv. De ilyen, ja, az nem pici virág. Kis kaktuszt ide berakjuk. Jó, hát az most már úgy, mi van? Na. Ez. Kap egy földgömböt. Egy Rubik kockát. Ez egy karát. Kap a minőségi könyvből. Kettőt is. Ez még ide egy váza. Geci üresek a falak. Úgyhogy... Jézus Isten! És kap még egy pár ilyen motivációs cumót. 90%. Kilencvenhét. Kap ide egy fest. Nem. Azt nem. Száz. Száz, száz. Oké. Majd lesz másik elit. Itt van. Mm.
Na jó, addig én ezt itt ki... Megint ilyen van? Nagyon jó. Takarítsuk ki. Így gyerekek. Halihó Máté. Mizu, meg vagyunk, köszönöm. Mi a lényeg a játéknak? Hát lakást kell fel... Igazából ugyanaz a lényege, mint a Sims-be. Annyi különbsége, hogy itt a lakásfelújítás a lényeg, semmi más. Tehát itt nem kell... Picit kell menedzselni a Sims-eket is magát, hogyha így hívjuk őket, a Sims-eket. De egyébként csak a lakásfelújítás, szoba, lakás, full lakás, ennyi. És ahogy haladsz előre, úgy nyitsz meg egyre több dolgot, egyre több eszközt. Igen, boros hordó bizony. Ez mi a faszérvét? Ó, egy csillagos lett az előre. Na. Kezdjünk neki. Jó, már megint ilyen. Ugyanazt kezdjük. Szuper. Akkor most máshogy csináljuk. Az előbb volt. Jó. Másik lesz a izé is ebben. Megnyitottam ilyen padlót, és ügyél. Oké. Nem az a nagypapa, az a nagybácsim. Az a nagybácsim, aki nekem segít mindenbe. De én most ilyet akarok öderakni. Ez sokkal baszóbban néz ki amúgy. Illetve most meg fogom variálni, mert most asztalra fogom rakni a gramofont meg a többi. Na, a csillagnál van a minden, ami a... Most itt fog ülni, ez a nem normális. Úgy. És akkor iránytű lesz az asztalon. Ez nem ezen lesz. Ez egy kincses térkép. Ez csak így földre lehet helyezni. Akkor ez most ott lesz. Itt lesz fent a gyertya. Jó. Oké. Igen, és ezt igazából úgy, ahogy ott írja, egy polcra lehetne faszán. Hol is van a polc? Volt ilyen fali polc, ez hol van? Saját házat is tudsz csinálni, igen. Ha jól láttam. Ez mondjuk jól néz neki itt. Valami aszték cucc. Csak ha jól raknám le, akkor ennek a tetejére nem fér el. Meg a kis ládikó is elfér. Úgy is van. És akkor ide rakjuk a hordót. Haló, játék.
Várjál. Megint így rakjuk ide. Azt is oda rakjuk, úgy. Ilyeneket kell rakni a falra. A csengettyit azt erre rakjuk most. Azt oda rakjuk. Mondjuk hányfajta iránytű van. Óra kell neki. Bővel beleférünk a köretbe. Megkapja a nagy óráját, amilyet szeretne. 100%-os dekorra. Igen. Bérbe tudod adni a... Tehát a házakat, amiket megcsinálsz, vagy felújítasz, vannak olyanok, amiket bérbe tudsz adni, és abból jön a pénz. És lejár az idő, akkor nem kosszírta annyi pénz, hogy bármi egyéb. Bocsánat. Hát ez most jól sikerült az adik megnyízás. Ja, ez egész jó lettünk így. Gyertya. Hát a fal... Én túl sok iránytűt használtam, azt már néztem az elvén is. Jó van. De már megint tartozik. Hát jó lenne, mert én fizetem a cuccaidat. Szegény lány. Na. Hálószoba tervező. Ezt mondjuk, hogy jövök rá, hogy korábbi bérletek kettő. Ja, itt ellenőrizzük le. Hát ennek pont kettő. Akarsz tárgyalni? Húzd, ne húzzuk az időt. Adj el érte, fiam. 500-as profit. Mivel a bérlő így már nyakon vereget. Ó, azt átadjuk. Ezt a Cindy nevű gyereket, ezt ki fogjuk innen bal. Sneak. Ó, ez királyság. Nem, de semmelyik megbízás nem tart örökké, mindig cserélődnek a megbízások, ezt meg kell csinálnunk. Teljes átalakítás, azt most nem akarok nekiállni. Hálószoba az lehet, hogy jöhet. Az ide. Most itt is akkor melyik a hálószoba a kettő közül? Ezt nem értem. Melyik a háló? Na mindegy, amelyikre gondolom. Linoleum vagy kemény fa. Hát... se a linoleum, se a kemény fa nem mindig egy hálóba, de jó.
Hiba szoba mindegyik. Ez ilyen rikító lesz. Már most látom. Csak epic jó bútorokat rakunk bele. Van pénz is rá, nagyon jó. Egy személyes ágy lehet a sarokba, úgy is van, ja, de nem abban az oldalban. Az így elég hülyén néz ki. Na mindegy. Mit szeretne? Edzőpad. Hát, öcsém. Ne. Edző. Bár. Ezt így berakhatnánk. Nem nagyon sok mindent úgyse akar. Kis növényt akar. Ilyen kórót. Na várjál. Ore, kapsz ide egy érdi szekrényt. Azt erre kapsz egy kis korót. Yeah. Úgy. De súlyzót is akar. Hát meg... Jaj, nem fali lámpát akarod, akkor lófasz a seggedbe. Mármint oda, a manóba. Úgy. Na, menjünk vissza, hol vannak, súlyzót is akar. Ez egy ilyen túrós gyerek lehet. Megvan neki, igen. Kap egy íróasztalt, abba a sarokba. Bőven jók vagyunk még. És akkor arra kap egy pár darab könyvet. Meg akkor itt lehet asztali lámpát is. Úgy. Motivációs, ezért... Hol is volt a lámpa itt? Úgy. Valami, ja, még poszter. Szőnyeget. Ez a úristen csak 27%. Mi van? Mi a baja? Fali növény. Nagy növény, kis növény. De még elfér a sorokba egy nagy növény. Váza óra, kis dekoráció, fali dekoráció. Bár ez nem nagyon érdekli. Igen, itt írja, hogy mi lehet, mit kell kirakni, de olyan nagyon nem nő meg. Gyakorlatilag majdnem mindenből raktam ki, amit ír. Bázát nem raktam ki, de hát... Ilyen minimálisan növeli. Kő egy tükör. Mondjuk. Ó,
Na jó, hát ezt most így elengedem. Engedem. Mi van? Hát... Sülye. Bármelyet rakhatsz be, figyelik, csak ennyi. Tehát, hogy azt nézik, hogy... Azt nézik csak, hogy mi a helyzet. Hát a cuccot, a bármely dekort berakhatsz, nem nézik, hogy most sok vagy nem sok, ha jól tudom. A lényeg az, hogy a megbízásban foglaltak a tüzet. És így az értékelésnél itt ugye látod, látszik, hogy lehet egy kicsit jobb a dekoráció. De 5 csillagot kaptunk rá. Na itt a babysitterkedésnek kéne még lejárni, és akkor megvan ez a fő feladat is. Teljes újítás, modern stílusban. Miért nap? Szóval kell egy 36-60 év. Ennyi. Hát akkor... Rendkívüli. Hát gyere. 7000-es a profit. Hát azért annyit nem, de legyen 7000-es profit. Így. Jó, de hülye vagyok, rosszra kattintottam. Aj. Szobánként is kiadhatod a lakást. Wow. Ez menő ez a szoba. Grill, zsír. Ez is, meg kell várni ezt is, és akkor a babysitterkedés is kész. Úgy is van. Nagyon jó, feladottunk még egy konyhát is. Aha! Milyen hitelt vetett fel velünk a játék? Igen, igen. 18 hónap alatt... Na jó, szerintem itt fejezzük be, hogy ezt nem vesszük még meg. Itt úgyis elmentett a játék. Ez egy ilyen rövid. Kis összenet volt már, jó? Legyetek jók, és akkor találkozunk legközelebb, valószínűleg holnap napában.
I'll be okay, oh I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Yeah, I'll be okay, oh I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can leave if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Every single day, write another song, so one day I play with the best is on. Okay, I know my path, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add, cause I'm not just an art kid, I'm a brand. So I'm working hard, thinking smart, taking action with passion and using heart. Gain traction, reactions are just a start. No distractions, attract them to your heart, yeah. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found the passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. What you got to lose? Got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the lines exist beneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't back down until I'm lying six feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. Life's a competition, so if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life is making you feel that fire. Go fight for her, man. Go die for her, man. Cause you
prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. Yeah, what you got to